Mai témánk a gyerekkori epilepszia. Ehhez a nem egyszerű témához három remek beszélgető partner van jelen a stúdióban. Köszöntöm őket, dr. Fogarasi András professzor urat, a Betesda Gyerekkórház neurológia osztályának vezető főorvosát, dr. Jakus Rita főorvosasszonyt, ugyancsak kórházunknak a munkatársa, és Nagy Zsuzsát, aki most tanárt, aki most tapasztalati szakértőként van jelen, mert maga is egy epilepsziás gyermeket nevelt fel. Műsorunk élőadás, melynek második felében igyekszünk válaszolni az önök kérdéseire. Telefonszámunk 061-374-0904. Hívjanak minket bátran. A beszélgetést egy kis magánközvélemény kutatásra adott véleményetekkel kapcsolatban kérem. Tegeződünk a hallgatóknak, mondom, mert hosszú évtizedes kapcsolat és ismeretség köt össze bennünket. Szóval mit szóltok ahhoz, hogy akárkit kérdeztem meg az epilepszia témájában, először mindenki a riadt arcot vágott, összehúzódott a szemöldökkel, sajnálkozás ült ki az arcokra, és hát aztán a tájékozottabbak ilyen habzó szájról, meg rángó végtagokról, meg a tehetetlenség érzéséről beszéltek. Lelkész ismerőseimet is megkérdeztem, ők meg szentbetegségről, nyelvész ismerőseim meg nyavajatörésről, holdkorosságról, eskorról, sűkorról beszéltek, meg azt is megtudtam, hogy a szónak az a jelentése, hogy megragadottság, fogvatartás. Ti hogy látjátok, hogyan viszonyul a közvélemény az epilepsziához? Én úgy érzem, hogy hasonlóan a általad kapott válaszokhoz nagyon nagy a tudatlanság az epilepsziával kapcsolatban, és mint minden olyan dolog, legyen az egy betegség, vagy bármi más, amivel kapcsolatban kevés a tudásunk, attól általában félni szoktunk. És én nagyon sokszor érzem ezt, hogy nem ismerik, és egy olyan félelmet keltő szó sokszor az epilepszia. Egy konkrét élményem is van ezzel kapcsolatban, egyszer elhívott egy iskola, hogy a tanároknak tartsak előadást a betegségről, mert egyetlen rosszul léte volt egy kislánynak az iskolában. Elmentem hozzájuk, és 3 órán keresztül kérdezgettek, annyira kevés volt vagy annyira nagy volt a vágyuk, hogy minél többet tudjanak erről a betegségről. Sajnos az én élményeim is hasonlóak. Amikor még a pályámat kezdtem, bizony találkoztam olyan zárójelentésekkel, hogy morbus Sacher, ez volt a diagnózis, tehát ez a szent betegség elnevezés, és valóban, tehát ha a szülők meghallják ezt, hogy felvetem eleve azt, hogy epilepszia lehet az ájulásnak vélt rosszul lét hátterében, akkor nagyon elkeserednek, és ugyanilyen iskolai élményem van, mint Andrásnak, tehát itt konkrétan magántanulóvá akarták tenni azt a kisfiút, aki miatt én elmentem szülői értekezletre, osztályfőnöki órán is részt vettünk, és ebből bizony az derült ki, hogy nem a gyerekek voltak, akiket a szülők annyira féltettek, pont megijedve a gyermekre rátörő, és a úgynevezett aura nélkül rátörő roham miatt, hanem a szülők, tehát ők féltették a gyereküket attól, hogy esetleg traumatizálódnak a gyermekeik. Hát remélem, hogy ebben az iskolában sikerült ezt eloszlatnom. Zsuzsa? Nekem az a véleményem, hogy ma már sokféle információ elérhető a technika segítségével, bár amit az előttem szólók elmondottak, az mindig az, de mint szülő sokat kutakodtam utána, és mint érintett elkezdtem az epilepszia oldalakat bújni, és hogy kell egyfajta nyitottság, hogy elfogadják az epilepsziával élő betegeket, és számos érzékenyítő kiadvány készül már a civil szervezetek és az egészségügy jóvoltából, akár kisgyerekek számára is. Más összefogás keretein belül epilepszia napot tartanak az érintett szervezetek, egyre inkább megmutatják magukat, és az elfogadás reményében persze. És azt is el kell ismerni, hogy elsőre ijesztő egy ilyet látni, és tehetetlenül várni a folyamat végét. Más megtapasztalás szerint pedig ismerek olyanokat, akik eltitkolják az iskolában, ahogy előttem szólók mondták, és a munkahelyeken is ezt a betegséget, mert különben hátrányok érik. Én bízom benne, hogy nem csak az érintettek körében lesz egyre nagyobb az elfogadás, hanem egyre szélesebb körben lesznek érzékenyebbek az emberek, és mások nem mindennapi problémáira. Az epilepsziának könyvtárnyi az irodalma, de mégis András, próbáld meg a háborúnél és békénél rövidebben összefoglalni, hogy mi is az epilepszia voltak éppen.
ugye tudományosan akarunk fogalmazni, akkor az epilepszia az a központi idegrendszernek egy krónikus betegsége. Ez ugye azt jelenti, a központi idegrendszer az agyat jelenti, és a krónikus betegség pedig azt jelenti, hogy egy tartósan fennálló állapotról van szó. De mégis abban érdekes, izgalmas és sok szempontból nehéz ez a betegség, szemben más krónikus betegségekkel, hogy nincsenek állandóan tünetei. Tehát egy epilepsziás ember azért epilepsziás, mert vannak időnként rohamai, akkor is epilepsziás, hogyha 10 vagy 100 rohama van egy nap, de akkor is epilepsziás, ha csak 3-szor rohamozik egy évben. Úgyhogy tulajdonképpen a epilepszia betegségről akkor beszélünk, hogyha visszatérően jelentkeznek epilepsziás rohamok egy betegnél. Ami fontos, az az, hogy nem mindenki, akinek az életében előfordultak rohamok, ő mindjárt epilepsziás. Tehát például, hogyha valakinek csak úgynevezett provokált helyzetben, például lázgörcs esetén, vagy alkohol megvonás esetén van roham, akkor ő nem epilepsziás, csak hogyha spontán rosszul létei vannak. Ez a krónikus betegség, ahogy mondtam, lehet, hogy csak néhány percet érint valakinek az életéből mondjuk egy évben, de mégis, mivel nem tudjuk, hogy mikor érkezik egy ilyen roham, tulajdonképpen nagyon erősen rá tudja nyomni a bélyegét a mindennapjaira. Éppen a váratlansága, a súlyossága miatt gondoljunk egy munkavállalásra, családalapításra, hogy milyen nehéz ott, hogyha valakinek lehet bármikor egy epilepsziás rosszul léte. Biztos az epilepsziával is úgy van, hogy ahány gyerek, vagy ahány ember, annyiféle epilepszia van, lehet, hogy nem így van, majd kijavítasz, Rita, de kérlek, mesélj arról, hogy mikor jelentkeznek a tünetek, és milyen tünetek ezek egyáltalán? Hát röviden, bármikor kezdődhet, és bármilyen tünetekkel járhat, tehát már a születés pillanatát, születés után közvetlenül is szembesülhetünk rohamokkal. Ezek általában sajnos a születéskor elszenvedett súlyos oxigénhiány okai leggyakrabban, de lehetnek egyéb más súlyosabb anyagcsere zavar okai, és a tünettan az, ami nagyon-nagyon izgalmas, mert ezeknél a kicsi újszülötteknél igen alattomos tünetekkel találkozhatunk, amiről nem is biztos, hogy rögtön arra gondolunk, hogy ezek epilepsziás rohamok. Tehát lehet akár egy rágás, tehát csámcsogás, vagy egyszerűen csak a kis baba egy levegőt venni. Ezek nagyon riasztó rohamok, és nagyon sok szülőt tartanak hosszú éjszakákon át ébren. Később, ahogy az agy, de vannak szerencsére olyan, nem csak ilyen súlyos esetekben vannak rohamok, hanem olyan nagyon könnyen gyógyítható, mint például egy B6 vitamin hiány, piridoxin, vagy folsav hiányos állapotban jöhetnek létre újszülött korban görcsök, de ismertek genetikai újszülöttköri epilepsziás rohamok, amiket néhány nap alatt kinő ilyenkor. Nagyon jó, hogyha megkérdezzük, kiderül, hogy a szülők, csak elfelejtették mondani a nagyszülők, hogy az apukának vagy anyukának is hasonló rosszulétei voltak. Majd a lázgörcsökről későbbiekben fog szó esni, tehát ez egy provokált roham, és nem nem igazán jelenti, nem jelenti azt, hogy epilepsziás lesz későbbiekben az illető. A gyermekkori epilepsziákra jellemző, hogy vannak életkorhoz kötött szindrómák, és még egy nagyon érdekes dolog, hogy ugyanaz az elváltozás bizonyos életkorokban más-más tünetek formájában jelenhet meg. Erre típusos példa szintén már a internet korában minden szülő fölüti, és rögtön tudja, hogyha kiejtem a szót, hogy Vesz-szindróma, akkor rögtön kétségbe esnek, tehát a Vesz-szindróma, ami bármilyen, tehát akár egy szklerózis, tuberóza, akár egy diffúz agyi károsodás következmény bizonyos életkorban, fél éves kor körül, 4 és 8 hónapos korban ugyanazokat a jellegzetes, úgynevezett spazmus rohamokat okozza, míg ugyanez a gyerek, hogyha kigyógyul ebből a szindrómából, későbbiekben a léziónak tehát az elváltozásnak megfelelő rohamot produkál. Gyakori és a szülőket gyakran megijesztő jóindulatú epilepszia forma gyermekkorban általában 5 és 9 éves kor között jelentkező jóindulatú gyermekkori epilepszia,
amit éjjégével nagyon, tehát gyorsan és a szülőket megnyugtatóan tudunk igazolni. Ugyancsak kisgyermekkorban típusosan az is kisiskolásokat érintő rohamforma az abszenszepilepszia. Itt is ugye jellemző, hogy nagyon sok rohama lehet a gyermeknek egy nap, tehát akár 100-nál is több, és ezek mind pár másodperces rohamok. Ugyanakkor ez az epilepszia mégis azt mondjuk, hogy egy jó indulatú, hiszen a gyerek, ahogy nő, kinövi. Ugyanez mondható el, vagyis hát hasonló, bár az sajnos kicsit már jobban elköteleződik a gyógyszerrel az élete folyamán, ha későbbi tinédzserkorban jelenik meg ugyanez. Ez is jó indulat epilepszia, tehát jó, abban az értemben, hogy rohammentessé tehető a felnőtt, vagy gyermek és fiatal felnőtt, de az életén át kell szedni a gyógyszert. És még egy fontos szindróma, amit itt meg kell említeni, szerintem a juvenis mioklónus epilepszia, tehát az, amikor jellegzetes körülmények között általában az első osztálykirándulás alkalmával hozzák be a gyermeket, és ami provokálta az alvás megvonás, amit általában ilyenkor ugye gyakran tapasztalunk, és így retrospektíve visszatekintve derül ki, hogy bizony ez a gyerek néha már eldobálta a fogkefét reggelente, vagy kiröbölte a kávéját, és mindez csak ilyen fáradtságnak, kamaszkori nyegleségnek tartották, tehát itt a nagy roham tulajdonképpen egy index roham volt, ami jelezte már a kórkép fennállását, de ezt is a gyerekeknek mindig hangsúlyozom, hogy ez nem betegség, az ő agya így működik. A gyógyszert ugyan szedni kell, de rohammentessé tehető, és nem tiltok nagyon sok mindent, de ez majd később fog sorra kerülni. Zsuzsa, a te lányod már 20 éves. Meséld el a történeteteket röviden. Most már, hogy 20 éves az idén, így más megközelítéssel tekintek vissza a múltra. Ugyanis az évek múlásával tisztázódik ez a sajátos állapot. A lányom első görcse, vagy más néven rohama, fél éves korában volt, ami úgy soha nem ismétlődött meg, mint akkor. Aztán legközelebb másfél éves korában jelentkeztek furcsaságok, amikkel gyermekorvoshoz fordultam. A kivizsgálásra küldött a közeli neurológiára, ahol 3 napos kivizsgálás 2 hétre húzódott. Már az első napon produkálta azokat a furcsa mozgásokat, csámcsogást, elbambulást, amit a neurológus a másnapi EEG vizsgálat után epilepsziának diagnosztizált. A hátralévő időben a diagnózis felállítása történt. Pontos diagnózist kaptunk, szklerózis tuberóza. Én már akkor egyedül neveltem a lányom, mert megromlott a házasságom. Ebben az egyedüli magányban tele voltam kérdésekkel. Miért velem? És egyáltalán, hogy történhet ilyesmi velünk? Hogy fogunk tovább élni ezek után? Hatalmas csapásnak éltem meg. Nagyon tanácstalan voltam a jövőnket illetően. A kezelő orvos csak annyit mondott, hogy gondozásba vesz minket, és járnunk kell kontrollvizsgálatokra, és szednünk el a gyógyszert folyamatosan. Hazamentünk a kórházból december 21-én, életem legnehezebb karácsonya volt. A világ azzal volt elfoglalva, hogy a számítógépek miként oldják meg a 2000-es évfordulót, én meg életem második törésének súlya alatt roskadoztam. Megtiltottam magamnak, hogy sírjak a lányom előtt, hogy ő egy boldog anyukát láthasson, úgyhogy mindig hajnalban kisírtam magam, még mielőtt felkeltem volna. Első lépésem az volt, hogy hogyan tudnék segíteni a lányomon. Nem elégített ki a negyedéves kontroll és a gyógyszerezés. Ebben az időben kerültem a Káposztás-megyeri Szentháromság plébánia közösségéhez. Akik tudtak segítségemre lenni, fejlesztő foglalkozás ajánlásával. Ezt követően határoztam el, hogy másoddiploma képzésben elvégzem a gyógypedagógiát, hogy szakember szemmel tudjam segíteni lányom fejlődését. Majd a tanulmányok befejeztével visszamentem dolgozni előző munkahelyemre egy többségi általános iskolába. Közben egy sorstárs szülőtárs példája nyomán elkezdtem szervezni egy olyan szülőcsoportot, amilyen betegségben a lányom is szenved. Ez a betegség egy több szervet érintő kromoszóma rendellenesség. Egyik nagyon markáns tünete az epilepszia. Korábban említett közösség ajánlotta a professzor urat is, aki azóta lányom neurológusa, illetve a szülőcsoport állandó meghívott vendége, a szülők ügyes-bajos dolgainak tanácsadója. Így kerültünk a Bethesda gyermekkórház ellátásába, ahol sok-sok év alatt valami különös Isten adta kegyelemben volt részünk. Kezdve azzal, hogy közösen gyógyszereztük a lányomat, hogy fontos volt, hogy hogyan látom az otthoni, mindennapos hatásokat. Nyitottak voltak a véleményemre. Lehetett közösen gondolkodni a lányom sorsa felől.
olyannyira, hogy táborokat is szerveztek az epilepsziás betegek családjainak, így néhány napon át csak kényeztettek teljes személyzettel, neurológus, nővérek, mentálhigiénés, szakember, lelkész, hitoktató, ők biztosították a feltöltődésünket, kikapcsolódásunkat. Nagyon hosszú idő telt el, mire sikerült elfogadnom ezt a megváltoztathatatlan állapotot. A kezdetek idején nagyon bezárkóztam a problémámmal, olyan gondolatok fogalmazódtak meg bennem, hogy vagy te nem leszel, vagy én. Aztán egyre kitisztult a kép, hogy nem vagyok egyedül, hogy kapok segítséget, hogy odafigyelnek rám, nem hagynak magamra. Belső harcaim között megemlíteném azt az időszakot, amit már a környezetem elfogadta, amit már a környezetem hamarabb elfogadott, és megértett, hogy miben vagyok. Én még mindig háborogtam. Egyenesen számon kértem az Istent, hogy miért történik velem ez. A saját Isten hitem is megkérdőjeleződött ekkor. Egy döntés született meg bennem, ami segítette az elfogadást, és azóta is ehhez nyúlok vissza, ha elbizonytalanodnék bármiben. Hogy szeret engem az Isten. Így szeret engem, ahogy vagyok. Banhálisnak tűnő kijelentés és sokszor használt, de nekem egy erős, felemelő bizonyíték a mindennapok méltóságában való megéléséhez. Köszönöm. Andrásos Éta, most együtt kérdezlek benneteket arról, hogy hogy is történik a diagnózis felállítása, miből áll a kisvizsgálás, és gondolom, hogy itt a te inkább majd az EEG-ről fogsz beszélni nekünk. Hát a legjellemzőbb az az, hogy van egy rosszul léte egy gyermeknek, és ezzel a rosszul léttel bekerül vagy egyből a kórházba, hogyha mondjuk egy mentőt hívtak a rosszul léthez, vagy van, hogy csak az ambulanciánkra. Tulajdonképpen a mi első dolgunk az az, hogy eldöntsük, hogy egyáltalán a rosszul létet mi egy epilepsziás eredetű rosszul létnek tartjuk-e, vagy sem. Ez nem mindig olyan egyszerű, mint ahogy gondoljuk, mert az epilepsziás roham az nem csak a közvéleményben jól ismert, vagy köztudatban jól ismert úgynevezett nagy roham lehet, amikor elveszti az illető az eszméletét, minden a ránk szája habzik, hanem nagyon sok egyéb jóval enyhébb formája is lehet, és ezek az enyhébb rohamok pedig hasonlíthatnak nem epilepsziás eredetű jelenségekre, és például az ájulásra. Mi nagyon sok olyan gyereket kapunk a kórházba, akiről a végén kiderül, hogy a rosszul lét az nem is epilepsziás eredetű volt. A diagnózisnak valóban az egyik fontos eleme az EEG, erről majd kolléganőm Brita beszél bizonyára. Én talán annyit említenék meg, hogy manapság egyre több segítséget nyújt nekünk az, hogy azoknál a gyerekeknél, akiknél visszatérően van valamilyen gyanús epilepsziára gyanús jelenség, hogy sokszor a szülőknek, ha van annyi lélek jelenlétük, akkor az okostelefonnal fölveszik ezeket a jelenségeket, és ha mi ezeket meg tudjuk nézni, az rengeteget segít. Néha sokkal többet ér, mint egy EEG vagy egy MR vizsgálat. Igen, tehát akkor az EEG, röviden, ugye, az elektroenkefalográfia teljes nevén, ez az agyi elektromos tevékenységet vizsgáló eszköz. Tehát előnyös tulajdonsága, hogy ismételhető, úgynevezett nem invazív, tehát és fájdalmatlan vizsgálat, ugyanakkor még olcsó is. Tehát az epilepszia diagnosztikájában az első lépés, ez egy úszósapka-szerű sapkát teszünk a gyerek fejére, ami tartalmazza az elektródákat, és ez már így nagyon kényelmesen összeköthető a gyújtófejjel, és egy digitális formában látjuk a rögzített görbéket. Nagy challenge a gyermekkori EEG leletezése, mert ugye az agy érésével párhuzamosan az EEG is folyamatosan változik, egyfajta érésen megy át, de nem csak ez jelent gyakran differenciál diagnosztikai problémát is, hanem esetleg a gyermek ugye létéből adódó mozgásos műtermékek, hiszen jelenléte, hiszen ritkán fekszik nyugodtan csukott szemmel egy 6 hónapos csecsemő, kivéve ha alszik. Ezért is van
tehát helyezünk nagy hangsúlyt tulajdonképpen, hogy a rutin, úgynevezett rutin égé, éber égé mellett az alvás szinte minden epilepsziás vagy epilepsziával gyanújával bekerülő gyermeknél alvásos EEG-t is készítünk. Ez kisgyermekkorban, csecsemőkorban egyszerű, hiszen a szokásos vagy majdnem szokásos alvás idejében spontán alvásban rögzítjük a felvételeket. A nagyobbaknál 7-8 éves kortól azonban már szükség van arra, hogy esetleg egy kicsit úgynevezett megvonjuk az alvását, tehát éjszaka közepén felébresztjük, víraszt, és akkor reggel elkészül a felvétel. Tehát itt hangsúlyoznám az alvás úgynevezett leleplező szerepét, tehát az alvás mint egy lerántja a leplet az epilepsziáról. Azonban vannak olyan, és itt fontos, igen, egyrészt nálunk az a szerencsés helyzet, hogy már van videó a rutin EEG-hez is, viszont mint epilepszia centrum, mi az epilepszia sebészeti kivizsgálásban is részt veszünk, ezért van egy úgynevezett videomonitorozó részlegünk, ahol már nem ezzel a sapkával, hanem ragasztott elektródákkal tölti a gyermek a napjait, és közben folyamatosan vesszük videóra is a viselkedését. Ezzel például nagyon könnyen elkülöníthetők olyan éjszakai jelenségek, amik esetleg epilepszia gyanúját keltik ki, ezek az éjszakai rémálmok, de bizony vannak már gyermekkorban is úgynevezett pszichogén epilepsziás rohamok, amikben szintén segítséget jelent, azon kívül, hogy ugye, ha az a gyanunk, hogy valahonnan kiindul a roham, és azt esetleg el tudjuk távolítani, és rohammentesíthető a gyermek, akkor ezt igazoljuk és bizonyítsuk ezzel az eljárással. Még egy fajta EEG-ről, vagyis hát igen, még a sor az végtelen tulajdonképpen, de vannak 24 órás úgynevezett holter, tehát az 24 órás vérnyomásmérők és az EKG-hoz hasonlóan, ahol az agyi elektromos tevékenység detektálása történik. Itt az előny, hogy itt az a teljesen természetes közegében tudjuk ezeket a regisztrátumokat elkészíteni, mert arról ugye nem beszéltem, hogy az alvás megvonásnak van azért egy rizikója is, tehát az arra érzékeny gyermeknél vagy felnőttnél rohamot is provokálhat. Ez egyben diagnosztikus is, csak azért elég, tehát azért ezt nem szeretjük. Hát most szerintem egyelőre ennyi. Szóba került már a lázgörcs témája, hogyha röviden erről egy pár szót mondanál, András. Hát a lázgörcs, ahogy a nevében is benne van, egy olyan rohamjelenség, amit a lázas állapot provokál. Talán a nagy különbség, meg ami fontos az epilepsziához való kapcsolatában, az az, hogy jóval-jóval gyakoribb jelenségről van szó, mint az epilepszia. Epilepszia gyerekkorban körülbelül 1% gyakoriságú, lázgörcs pedig a gyerekek 4-5%-át érinti, és elsősorban az óvodás, bölcsődés korosztályban szokott megjelenni. Közben betelefonáló van a vonalban, úgyhogy meghallgatjuk. Halló, jó napot kívánok! Én egy nagymama vagyok, és van egy 20-21 éves epilepsziás unokám, akinek 3 éves korában kezdődött. Nem a Bethesdába jár, nem akarom megnevezni a másik kórházat, és ott hát kivizsgálták, visszajár, amikor kell, de még kicsi korában megállapították, hogy nem műthető, és nem fogja kinőni. Most az a kérdésem, hogy nincs kezem bele lett semmi, nem tudom megmondani, hogy milyen típusú, hogy érdemes esetleg most újra felvetni ezt a kérdést, hogy esetleg átmenni önökhöz, vagy minden kórházba ugyanaz a szakszerű ellátásban, hogy hát hogyha esetleg azóta már műthető, 2 homlok levenni elváltozása. Köszönjük van. Szépen a kérdését, Fogarasi főorvos úr fog válaszolni. Köszönöm. Kicsit nehéz ennyi információból, kezdi csokolom, Fogarasi András vagyok, kicsit nehéz ennyi információból választ adni a kérdésre. Talán annyit mondanék, hogy műtét valóban akkor jön szóba, hogyha az MR-en van olyan elváltozás, ami egyértelműen oka az epilepsziának, és ez az elváltozás olyan helyen van, amit úgy lehet megoperálni, hogy nem okoz semmilyen maradványtünetet. Most itt ehhez igazából látni kellene az MR felvételt. Én nagyon-nagyon szívesen segítek abba, hogyha az ő MR-jét megmutatja, meg egy picit többet elárul majd
a betegségről, hogy milyen típusú epilepsziája van az unokájának, akkor azt hiszem, hogy tudnék mondani egy véleményt azzal kapcsolatban, hogy lehet-e műteni, vagy sem. Köszönjük szépen. Haladunk tovább a műsorral. Most egy rövid zene következik. David Brubeck örökzöldjének részletét hallhatják. Közben úgy láttam, hogy megint van egy betelefonálónk, de technikus kollégám jelzi, hogy már nem. Úgyhogy haladunk tovább a műsorunkkal, a Betesd egészségügyi magazinját hallják. Egy kicsit az okokra hadd kérdezzek rá, lehet-e tudni, hogy mi az oka az epilepsziának? András, itt gondolom, hogy ezt röviden megfejtitek nekünk. Röviden nehéz, mert szerteágazó rengeteg oka lehet az epilepsziának. Én talán csak annyit villantanék fel ezekből az okokból, hogy az egyik az egy olyan típusú ok, amikor az agyban van valamilyen eltérés, valamilyen rendellenesség, legyen az egy sérülés, egy daganat, egy vérzés, fejlődési rendellenesség, és esetleg az, ami okoz egy epilepsziát. Ilyen volt a Zsuzsa által említett az ő gyermekénél ez a bizonyos szklerózis tuberózis. Bocsánat, András, de megszakítalak, mert látjuk, hogy megint van, betelefonálunk. Haló, hall bennünket? Igen. Jó napot hallom. Kívánok! Jó napot kívánok! Én azt is betelefonálok, mert én epilepsziás vagyok, és 8. voltam, amikor kaptam ezt az epilepsziát. Kezelnek, ritkán szoktam rosszul lenni, de bizonyos esetekben műthető csak. Az én epilepsziám nagyon alacsony szintű, és ezt professzor mondta, aki már nem olyan régen nyugdíjba ment, ő kezelt engem. Szabad kérdeznem, hogyan szólíthatjuk? Én Terike vagyok. Terike. A kérdését föltenne, nagyon örülnénk neki, mert akkor tudunk rá válaszolni. Én keresek egy olyan orvost, a epilepszia orvost, aki igazán profi ebbe, mert vannak epilepszia orvosok, de viszont nem annyira profik, mint amennyire. Hát az itt ülők, azok bizonyára nagyon profik, úgyhogy át is adom nekik a szót, és valamit biztos mond valamelyikük. András, Rita, kérlek benneteket, hogy mit tudtok javasolni. Hát nem mint profi, hanem mint felnőtt neurológus szeretném azt javasolni, hogy esetleg megkereshet és időpontot egyeztethetünk az amerikai idegsebészeten, és akkor átnézem az eddigi betegség történetét, megbeszéljük, hogy mik lehetnek a tovább lépések. Köszönjük szépen a telefonját, Terike, lépünk tovább a műsorral, és ott hagytuk abba, hogy az okokról beszélgetünk. Tehát ott tartottunk, hogy többféle ok lehet, az egyik, hogy valamilyen nagy eltérés van, és éppen említettem, hogy Zsuzsa a saját lányával kapcsolatban mondta, hogy náluk ez a bizonyos szklerózis tuberóza nevű betegség állt a háttérben. Mi nagyon sok olyan kisgyereket látunk epilepsziával, akinél például a szülés körül, vagy akár még méhen belül történt valami olyan sérülés, ami egy agysérülés, vagy agyfejlődési rendellenességhez vezet. És akkor az örökletességnek is lehet valamennyi szerepe annyiból, hogy vannak genetikai eredetű epilepsziák. Azért a személyes tapasztalatunk az, hogy hála Istennek nagyon ritka, hogy halmozódjon az epilepszia betegség egy családon belül. Igen, hát én sem tudok sokkal többet hozzátenni. Valóban egyre szélesebb az a
azok a szindrómák, ahol feltételezünk bizonyos gén hibák háttérben való meghúzódását, azonban ezekre még biztosan nem foghatjuk, hiszen az epilepszás rohamok megjelenését van egy, csak hogy néven nevezzünk egyet, egy nagyon jól ismert szindróma, a Dravé-szindróma, vagy a súlyos csecsemőkori mioklonus epilepszia, ahol tudjuk, hogy melyik gén okozza a nátriumcsatorna működés zavarát, és itt is bizony nagyon széles, az úgy hívjuk, hogy széles a spektrum, tehát az egész súlyos terápiarezisztens és mentális sérült állapottól az igen enyhe, csak a rendellenességet hordozó és tünetmentes állapotok lehetnek. Amilyen röviden csak tudjátok, kérlek, foglaljátok össze, hogy milyen terápiás lehetőségek állnak rendelkezésre. Lehet, hogyha Rita elmondja majd részletesen a terápiás lehetőséget, én csak annyit mondanék bevezetésképpen, hogy az első kérdés mindig az, hogy kell-e egyáltalán terápia. Sokszor van, hogy egy első rohammal, első rosszuléttel érkezik egy gyermek, és annál felállítunk egy olyan epilepszia típust, epilepszia betegséget, amiről tudjuk, hogy nagyon kicsi az esélye, hogy egyáltalán ismétlődni fog. Vagy olyan el is előfordul, hogy valaki beérkezik az élet első rosszulétével, ami egy provokált helyzetben, mondjuk egy alvás megvonás miatt jelentkezett, és azt gondoljuk a vizsgálatok alapján, hogy kicsi az esélye, hogy ismétlődjön ez a rosszulét. Ilyenkor nem is kell egy terápiát bevezetnünk, hanem megfelelő óvintézkedésekre hívjuk fel a figyelmet, illetve elmondjuk, hogy ezt a bizonyos provokáló tényezőt ezt el kellene kerülni. Hát ugye a legismertebb a gyógyszeres kezelés, tehát hangsúlyozzuk, hogy az epilepsziát nem gyógyítani nem lehet, csak tünetmentessé lehet tenni a beteget. Ma már csak nem 27 gyógyszer közül választhat az epileptológus. Igyekszünk, tehát az előbbi ugye a kivizsgálás menetén keresztül eljutottunk a jó esetben a szindromatológiai besoroláshoz, tehát majd és közben megismertük a beteget is, tehát csak nem testre szabottan tudunk terápiát választani, függ attól, hogy fokális, tehát egy pontból kiinduló rohamok, vagy úgynevezett generalizált rohamokról van szó, tehát ettől is függ a gyógyszerválasztásunk és a mellékhatás profiltól, tehát én most itt gondolom nem szerepem, hogy ezekről így beszéljek, amik nem igazán antiepileptikumok, és kisgyermekkorban, illetve csecsemőkorban az előbb említett Vell-szindrómában gyakran használjuk, azok a szteroid hormonok, illetve ennek a stimulálóanyag az ACTH, ugyancsak nem gyógyszer, de mindenképp meg kell említeni, és a terápiás arzenálba szerepet kell, hogy kapjon a ketogén diéta, amiről mostanában egyre többet hallhatunk, és hangsúlyozva persze mindezek mellett az életmódbeli, életvezetésbeli változtatásokat, tehát itt nem tilalomfákról van szó, és pont ez is a egyik célunk, hogy ezeket kivágjuk, ezeket a tilalomfákat, hiszen az a célunk, hogy ezeket az embereket visszaadjuk a normál és egészséges életnek. Milyen életminőséggel lehet élni epilepsziával? Mit gondoltok erről? Hát, hogy röviden, ez nagyon-nagyon függ attól, hogy milyen típusú epilepsziája van valakinek, egyrészt. Másrészt meg attól, hogy milyen kísérő betegségek, vagy kísérő állapotok járnak együtt az epilepsziával. Az első, hogy egyáltalán sok rohama van-e, vagy kevés, azok mennyire súlyosak, napközben is jönnek, vagy csak éjszaka, ezek nagyon befolyásolják az életminőséget. Sikerül-e rohammentessé tennünk a beteget gyógyszerrel, akkor az a sokszor egy nagyon nagy eredmény. A kísérő betegség alatt meg azt értem, hogy ha mondjuk egy súlyos sérült gyermekben látunk epilepsziát, akinél egyéb problémák is vannak, értelmi fogyatékosság, vagy tanulási zavar, vagy bénulás, vagy ilyesmi, akkor nyilván, hogy ezek a kísérő problémák is rányomják a bélyegüket arra, hogy milyen életminősége lesz. Kiegészíteném akkor még ezt azzal, egyrészt a terápiát folytatandó, hogyha ezek a rohamok és a gyógyszerek önmagukban az életminőséget jelentősen rontják, akkor ugye a betelefonálók is érdeklődtek a műtét iránt, tehát sokan reménykednek abban, hogy sikerül azt az
az epilepsziáról felelős gócot eltávolítani. Tehát igen, résen kell lenni, és lehetőleg még mielőtt már visszafordíthatatlan károsodások érnék a gyermekkorban kezdődő epilepsziás szemét, azelőtt történjen meg akár az epilepszia műtéti kivizsgálás, és történjen meg a műtét, hiszen a gyermekagyplaszticitása sokkal nagyobb, mint a felnőtté, és ez is hozzátehet az életminőség jelentős javításához. Zsuzsa, te mint anyuka, hogy látod? Hát, ugye nálam az én lányomnál értelmi fogyatékosság is fönnáll, de ő jól reagált a gyógyszerekre kezdettől fogva, és mindig igazából úgy mondom, hogy kinőtte a gyógyszereit, hogyha jelentkezett egy újabb rosszulét, vagy egy kis remegés, nála azért kisebb formái voltak a mozgásos epilepszia tünetének, akkor gyógyszercserére volt szükség, és akkor ezek megoldották azt a problémát, hogy ő tünetmentessé váljon. Most is tünetmentes, néha frontokra azért érzékeny. De én azt gondolom, hogy lehet így élni, hozzá lehet szokni. Nem mondom, hogy könnyű, de ezt a nehezet az ember egy idő után már könnyedén viszi. Most ismét zene következik. Mahalia Jackson énekel egy gospel részletet. I'm Glen Selby, this is green. I'm Glen Selby, salvation is free, Lord. Salvation is free, Lord, for you and me, Lord, I'm Glen. Salvation is free. Can't you see how they done my Lord? Oh yeah. Can't you see how they hung him on Calvary? Oh yeah. Well, they a gyermekkori epilepszia a témánk. A Bethesda gyógyító magazinját hallják. Dr. Fogaras András, Jakus Rita főorvosok a vezetőnk ebben a témában, valami Nagy Zsuzsa, édesanyja, tapasztalati szakértő tanár. Zsuzsa, mik azok a legegyszerűbb és legfontosabb kérdések, amelyel mondjuk az epilepszia diagnózisával ma szembesülő édesanyák szembe találkoznak? Talán a meglepettség, vagy egyáltalán az a döbbenet, ami ezzel jár, hogy epilepsziás lett a gyerekük, de én azt tudnám nekik tanácsolni, hogy bízzanak gyermekük orvosában, kövessék utasításaikat, igyekezzenek a gyógyszerrel kapcsolatos megfigyeléseket pontosan megjegyezni. Bocsánat, mint a műsorban már elhangzott, most már vannak ezek az okostelefonok, amin rögzíthetik is ezeket a rosszuléteket, és azért, hogy a tapasztalatokat megúszhassák az orvosukkal, így tudnak kiépíteni egy közös kezelést a gyermekük számára. Bocsánat, hogy ilyen szóval mondom, mert a gyereknevelés szempontjából is fontos, hogy tünetmentessé váljon a gyerek, és mentsék fel magukat az önvád alól, ha van ilyen, legyenek annak tudatában, hogy nincsenek egyedül, és meg fogják találni az élhető utat ezzel a betegséggel is, és kérjenek segítséget, ha bármire szükségük van, fognak kapni. A társaságotokban nagyon hamar eltelt ez a bő fél óra, a műsor vége felé közeledünk, úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy foglaljátok össze, mi az, amit orvosi, vagy szülői, vagy gyógypedagógusi nézőpontból a legfontosabbnak tartotok így az epilepszia, a gyermekkori epilepszia, vagy az ifjúkori epilepszia témájában, amit mint egy ilyen elvihető szentenciát ebből a műsorból most összefoglalásképpen adhatunk. Én talán kezdeném egy olyan jó hírrel, amiről eddig nem esett szó, de hogy a gyermekkori epilepsziáknak van egy jó része, ami úgynevezett kinőhető epilepsziaforma. Tehát az azt jelenti, hogy egy
bizonyos életkorban megjelennek a rohamok, de később el is tűnnek, és csak ebben az átmeneti időszakban kell általában gyógyszert szedni, hogy elmúljon, vagyis hogy ne jelentkezzenek rohamok. És amit én így üzenetként tudnék mondani, az, hogy szóba került az életminőség. Az, hogy milyen az életminősége egy epilepsziás gyermeknek, az csak egy kicsi részben múlik azon, hogy az orvos milyen, meg hogy a terápia milyen, és nagyon nagy részben múlik a család, az iskola, az óvoda, a pedagógusok, az osztálytársaknak a hozzáállásán. Tehát nekem talán az egyik ilyen legfontosabb üzenetem az lenne, hogy próbáljunk, ha van a környezetünkben epilepsziás gyermek, akkor laikusként is minél többet megtudni erről a betegségről, és ne féljünk tőlük, hanem merjünk közel lenni hozzájuk, és így segíteni az ő megküzdésüket a problémákkal. Igen, hát csak csatlakozni tudnék, tehát én is szeretek kijárni iskolákba, szeretek beszélni szűkebb és tágabb környezetemben erről a betegségről, és azért itt, tehát hogyha nem is sikerül kinőni, de mégis elkíséri a felnőtt életen át, akkor is teljes értékű életet élhet, családot várhat, gyermekeket szülhetnek ezek az epilepsziás anyák is, és még egy útravalót szeretnék adni, hogy én itt felírtam néhány neves vagy hírességet, akik epilepsziával éltek, és ugye Nagy Sándorról vagy Julius Cézárról talán kevesebb tudják, bár most volt egy Julius Cézár film, de azért Szent Pál is epilepsziás volt, és ha a művészetek világát nézzük, akkor Handel, Csajkovszki, írók közül Dosztojevszki, Tolsztoj is epilepsziás volt, és szegényebb lenne a világ nélkülük. Én csak nagyon röviden, hogy fokozott figyelemmel kell a gyerekek életét szervezni a továbbiakban, és ne engedjük, hogy a betegség köré szerveződjön a család élete, hanem sokkal inkább fordítva, ezzel együtt legyünk a család részévé. Köszönöm mindhármatoknak a mai tapasztalatokat, az élményt, a beszélgetést. A Betesda gyógyító magazinját hallották. Legközelebb június 5-én jelentkezünk 16 óra 50-kor a szokott időben, a műsorvezető Bese Nóra lesz, sebészet, gyermeksebészet lesz a téma. Műsorokat újra meghallgathatják a Mária Rádió archívumában. Isten velünk, viszont látásra, áldás, békesség, erős vár a mi Istenünk. Dicsértessék a Jézus Krisztust, viszont hallásra. Hit, értelem, gyógyulás, gyermekek gyógyítása. A Betesda Gyermekkórház műsorát hallották. A Mária Rádióban hallható egészségmegőrzéssel, a betegségek megelőzésével, felismerésével és kezelésükkel kapcsolatos műsorok újabb és újabb hanganyagai érhetőek el honlapunkon. A Mária Rádió honlapján kattintsanak az életvezetés menüpont alatt található betegség gyógyulás csempére. www.mariaradio.hu